A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntöm a Fehérvár Televízió valamennyi nézőjét, ez itt a Köztér Extra, a Fehérvár Média Centrum közéleti magazin műsora. Országjáró programja keretében érkezett kedden este Székesfehérvárra Doblev Kára. A Köztér Extra vendégeként köszönhetjük a stúdióban. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Köszönöm a meghívást, jó estét kívánok! Ugye az esemény leírásánál olvashattuk, hogy ez most egy akció, több helyre ellátogatnak az országba. Voltak-e már másút, illetve mik a tapasztalatok? Hát Székesfehérváron sem először vagyok, úgyhogy az, hogy járom az országot, az nem egy új dolog, de hát most kezdődik a kampány, és a mai napnak volt egy különleges apropója, hogy Földi Juditot, az ellenzék közös polgármester jelöltjét mutattuk be a mai eseményen, és hát nagyon sokan voltak, és nagyon jó hangulatú volt. Mik azok a kérdések, amikor ilyenkor felmerülnek mondjuk a szimpatizánsok és a rendezvény tartó személyek között? Hát ugyanazok a kérdések, amelyek felmerülnek önöknél is, a nézőknél is, vagy a rádiót hallgatóknál is, hát hogy milyen az élet Magyarországon, és milyen lehetne az élet Magyarországon. Ugyanazokkal a kérdésekkel találkozik a DK szimpatizáns, az MSZP szavazó, mint a Fidesz szavazó, hogy az elmúlt években szinte lehetetlen megélni abból a fizetésből, vagy nyugdíjból, amit az emberek kapnak, hogy bejelentkezik orvoshoz, és nem veszik fel a telefont, nem kap időpontot, hogy a gyerek iskolájában nincs elég tanár, hogy vendégmunkásokkal lenyomják a bérüket, és még sorolhatnám az összes problémát. Nekünk, magyaroknak szinte mindegy, hogy kire szavaztunk az elmúlt években, ugyanazok a problémái. Ugye nem is olyan régen volt egy nagy bejelentés, amit Karácsony Gergellyel közösen, valamint Kunhalmi Ágnessel közösen tettek meg, a Párbeszéd, a DK és az MSZP együttműködéséről. Na, erről mit kell tudni? De legfontosabb dolog, hogy a szociáldemokraták és a zöldek közös szövetsége, amely nem egyszerűen csak a mai napról szól, nem arról szól, hogy holnap ismét közösen fogunk szerepelni. De még csak nem is az önkormányzati választásokról, vagy az európai parlamenti választásokról szól, hiszen ott is közösen indulunk, hanem arról szól, hogy mi közösen fogjuk leváltani Orbán Viktor rendszerét. Ez az európai parlament és az önkormányzati választás, ez ahhoz is nagyon fontos, hogy megmutassuk, hogy az emberek túlnyomó többsége ma Magyarországon mérhetetlen elégedetlen azzal, amilyen élete van, ahogy a dolgok mennek itt Magyarországon, ahogy a kormány kormányoz. Hogy ezt az elégedetlenséget muszáj megmutatni és erővé formálni. Politikai erővé formálni, mert úgy lesz ebből kormányváltás. Június 9-én, hogyha erőt tudunk mutatni, ha sokan jönnek el szavazni és szavaznak az ellenzék képviselőjelöltjeire, akkor utána politikai, erkölcsi, emberi kötelességünk az előrehozott választás kikényszerítése. Nem volt már egy hasonló gondolata a korábbi választásnál az összefogás során? Nagyon sokan fölvetik egyébként ezt a kérdést, hogy jaj, összefogás, hát 22-ben sem sikerült. 22-ben nem az összefogással volt a baj, és nem is az együttműködéssel volt a baj. Orbán Viktor választási törvény egyébként az ellenzéket arra kényszeríti, hogy mi mindig együtt kell, hogy működjünk az önkormányzati vagy az országgyűlési választásokon. Azzal volt a baj, hogy voltak, akik úgy gondolták, hogy egy kicsit legyünk olyanok, mint a fideszesek, csak egy kicsit jobb Fidesz. Hogy voltak, akik úgy gondolták, hogy jobbról kell megelőzni a Fideszt. Én nagyon erősen hiszek abba, és én soha többé nem engedem, hogy erről az útról minket letérítsenek. Hogy Orbán Viktor rendszerét egy tisztességes, baloldali szociáldemokrata kormány fogja tudni leváltani. Egy olyan kormány, amiknek alapvetően azzal foglalkozik, hogy hogy élnek az emberek. Olyan miniszterelnökre van szüksége ennek az országnak, aki nem kiáll és hagymázas gondolatokat mond Magyarország és a magyarok történelmi szerepéről, amiről persze ilyenkor mindig saját magára gondol, véletlenül sem 10 millió magyarra, hanem olyan miniszterelnökre, aki arról beszél, hogy Székesfehérváron hogyan lesz elegendő orvos, elegendő ápoló, tanár, hogy beszél a nyugdíjakról, hogy beszél a kisvállalkozásokról. Tehát olyan miniszterelnökkel, és ez a baloldali politikának a legfontosabb alapja, olyan országot épít, egy olyan államot, ami az állampolgárokra vigyáz. Egyszerűen vigyáz ránk, emberekre.
Ugye említette, hogy ez egy hosszabb távú dologról szól, de azért mégis nem mehetünk el amellett, hogy június 9-én lesz egy EP választás, meg egy önkormányzati választás. Nyilván ehhez kötődően is vannak megállapodások a szövetségben. Ezek mik? Hát semmiféleképpen nem menjünk el, mert hát a következő nagy megmérettetés az június 9-e, úgyhogy én is azért járom most még gyakrabban, ha úgy tetszik az országot, eddig is nagyon sok helyen voltam, de most aztán mindenhova elmegyünk, ahova csak el tudunk jutni kollégáimmal együtt, hogy arra biztassuk az embereket, hogy van értelme elmenni szavazni, és van értelme szavazni. A megállapodásunk arra is vonatkozik, hogy közös listát állítottunk az európai parlamenti választásokra, és hogy az önkormányzatokban közösen indulunk. Itt Székesfehérváron például nagyon itt van az ideje, hogy a fideszes Cserpalkovics polgármestert leváltsa végre egy tényleg a székesfehérváriakra, és nem Orbán Viktorra figyelő Földi Judit. Azért nyilván vannak visszaköszönő programelemek is, akár az EP választás kapcsán, illetve nyilván vannak olyanok, amik központi üzenetek az önkormányzati választásnál. Ugye a szociáldemokraták és zöldek együttműködnek, hogy mit jelent ez az együttműködés? Hogy szerintem nem kell azt bizonygatni, mert mindannyian a saját bőrünkön érezzük, amikor ezt a beszélgetést felvesszük, akkor éppen kedd van, és ma reggel a téli kabátomban indultam el otthonról, mert 5 fok volt, és irtózatosan hideg, ami azért volt nagyon furcsa, mert előtte este, hétfő este pedig 30 fokot mutatott nyárból a hőmérő. Nyárból mentünk a télbe. Többenetes volt. Tehát az, amit szinte mindannyian itt átéltünk március-április környékén, ez gyönyörűen mutatja azt, hogy hát ez a klímaváltozás, ez nem majd a gyerekeinket, unokáinkat érinti. Hát ez itt lesz, és bevallom őszintén, hogy én nagyon aggódom, hogy milyen lesz a nyár, milyen lesz a mezőgazdaság. Az a 2 évvel ezelőtti nyár, amikor gyakorlatilag tönkrement a magyar mezőgazdaság, az hányszor fog megismétlődni. Tehát vannak olyan politikusok, és vannak olyan emberek, akik aggódnak szinte világvége miatt. De kell hozzá az a politikus is, aki oda tud figyelni arra az emberre, akik egyébként a hónap vége miatt aggódnak. Ha úgy próbáljuk meg megoldani a problémáinkat megint, hogy az kis emberekre rakjuk ennek minden terhét, hogy megint nekik kell kifizetni az árát, mondjuk például a benzináremeléssel, és nem a nagy oligarcháknak, a multiknak kell ezt kifizetni, akkor egy igazságtalan világot csinálunk, ráadásul nem fogjuk tudni megmenteni a bolygónkat sem. Ezért ez az együttműködés, ez nagyon sok helyen van együtt. Magyarországon viszont más a feladatunk. Hát Magyarországon ebből a tényleg Orbán Viktor családját gazdagító kormányzati politikából, az embereket megnyomorító kormányzati politikából lett elege mindenkinek, ezért itt az a feladatunk, hogy ha úgy tetszik, akkor újraépítsünk egy európai köztársaságot, egy magyar köztársaságot. Ebből a választási szövetségből nyilván ez sem új keletű kérdés, miért maradt ki a Momentum? Ők más utat járnak, hát természetesen ez teljesen demokratikus helyzetben ez teljesen normálisnak is tűnhet. Ugye én azt látom, hogy az ellenzéknek van egy része, ezek a baloldal, a szociáldemokraták, most a szociáldemokraták és zöldek, akik az elmúlt években stabilan építkezve, most már egymással szövetségben is, egyre erősebbek és egyre nagyobbak vagyunk, ha úgy tetszik. Helyi szervezetek, szimpatizánsok, szavazók, párttagok, az árnyék kormány környékén több mint 1000 szakértővel fölkészültünk a különböző szakpolitikai feladatokra, kormányváltásra készülünk, tehát egy erős kormányzó erőt építünk. De vannak még az ellenzékben, akik még keresik az útjukat, ugye sokszor próbálkoznak, hol erre, hol arra, ez 22-ben nem nagyon sikerült, és egy nagyon nagy csalódást hagyott maga után. Az is a feladat, hogy azok, akik le akarják váltani Orbán Viktor rendszerét, azok tudjanak együttműködni. Én mindenkivel hajlandó vagyok együttműködni, aki Orbán rendszerének leváltására szövetkezik. Én soha nem fogok szövetkezni Fidesszel. És úgy is gondolom, hogy aki ellenzéki, az az Orbán rendszert akarja leváltani. Aki az ellenzéket akarja gyengíteni vagy leváltani, az értelemszerűen nem ellenzéki, hanem kormánypárti. Nem tagozódik szét az ellenzék, hogy látja? Az ellenzéknek az a része, amihez mi tartozunk, az egyre inkább szövetségesül, egységesül. MSZP, Párbeszéd, DK szövetsége még erősebb lett és még nagyobb lett, úgyhogy én azt hiszem, hogy itt egy nagyon erősödés megy. De hát az a feladatunk, hogy másfelé is kinyújtsuk a kezünket, mert hogy
Ennek az országnak egy baloldali politikára van szüksége. Tisztességes bérekre van szüksége. Arra van szükség, hogy ne jöhessenek vendégmunkások, akik aztán mérhetetlenül olcsón, alulfizetett emberek, szerencsétlen emberekkel nyomják le a magyaroknak a bérét. Arra van szüksége, hogy tisztességes nyugdíjak legyenek. Szerintem nagyon sok magyar ember nem is tudja, hogy egész Európában a magyar kormány fizeti a legkevesebbet nyugdíjra. Mi költjük a legkevesebbet Európában a nyugdíjas honfitársainkra. A szlovákok többet költenek, mint mi, a lengyelek többet költenek, a csehek többet költenek. Egész egyszerűen mindenre, ami az emberek boldogulását jelenteni, arra széttárják a kezüket a fideszesek, és azt mondják, hogy nincs rá pénz. Nincs rá pénz, mondja, és a következő pillanatban Orbán bejelent, hogy megvásárol mondjuk egy repteret. Vagy ismét adott egy kis ajándékot Hernádi, nem tudom milyen egri szállodájának. Vagy Mészáros Lőrinc kapott megint egy pár milliárd forintnyi támogatást. Úgy tűnik, mintha az oligarchákra és a multikra mindig lenne pénz. Amikor az emberekről van szó, béremelésről, nyugdíjemelésről, akkor valahogy soha nem jut pénz. Na, ezten kell egy baloldali kormánynak változtatnia. Azért itt az elmúlt időszakban voltak bérrendezési kérdések, meg voltak olyan programok, amik azért ezt az űrt betöltik, én legalábbis azt gondolom. Viszont, hogyha visszagondolunk a választási tematikára, akkor mondhatjuk azt, hogy nyilván első alkalommal lesz egy olyan választás, amikor az EP és az önkormányzati választás egy alkalomra, egy napra esik. Ez ön szerint mit fog eredményezni, mit vár ettől a választástól? Egy fél mondattal muszáj reagálnom a béremelésekre, mert ugye hol van hatása a kormánynak közvetlenül a bérekre? Értelemszerűen az állami alkalmazottaknál. Közel 1 millió emberről beszélünk. Pedagógusok, ápolók, orvosok, nagyon önkormányzatoknál dolgozók, nagyon sokan. És azt látom, hogy ahogy van egy kisebb béremelés, abban a pillanatban inflációval elveszik az embereknek a pénzét. Volt itt béremelés, volt itt pénzszórás, csak 3 vagy 4 hónappal később hirtelennyiben azt tapasztalta az ember a boltban, hogy Atya Úristen, ismételten kevesebbet tudok vásárolni abból a pénzből, amit fizetésként megkapok, pedig úgy tűnik, mintha többet érne, mármint matematikailag magasabb az összeg, csak éppen kevesebb tejföldtúrót meg kenyeret lehet érte kapni. Szóval nagyon sok múlik azon, hogy egy kormány egyébként milyen szándékkal megy neki. Az Európai Parlament és az EP választások és az önkormányzati választások együtt, ha már így van, és a Fidesz ismét a saját taktikai megfontolásai miatt kavart, kevert, egyébként nagyot kavart, mert júniusban vannak a választások, és októberben jár le a polgármesterek mandátuma. Tehát amikor Földi Judit megnyeri a választást június 9-én, akkor elvileg Cserpalkovics még hivatalban marad októberig, úgyhogy nagyon is javasolnám, hogy addig ne nagyon fizessen már ki több pénzt Garancsinak a stadionra. De ha már így alakult, akkor tekintsük lehetőségnek. 2019-ben az ellenzék visszaszerezte Budapestet, a legtöbb kerületet és számos megyei jogú várost, és szabad városok megmutatták, hogy egyébként lehet úgy kormányozni, még egy ilyen megszorító kormány mellett is, hogy elsősorban az emberekre figyelnek oda. Ezekben a városokban Garancsi nem épített 7 milliárd helyett 45 milliárdért, vagy nem tudom, mennyi lett a végösszeg, nem tudom, hogy emléksz, 46 azt hiszem, sportcsarnokot, mint Székesfehérváron. Ezekben a városokban odafigyeltek arra, és erősen tiltakoztak, amikor el akarták venni az iskolákat, rendelőintézeteket. Úgyhogy azt hiszem, egy olyan mintát mutattak, ami példaértékű, leültek a szakszervezetekkel tárgyalni, úgyhogy az a feladat most június 9-én, hogy még többen csatlakozzanak a szabad városokhoz, remélem Székesfehérvár is csatlakozni fog hozzájuk. Hogyha már a választásról és a választás új szereplőiről is beszélgetünk, akkor Magyar Péter mellett nem mehetünk el, hiszen ő egy új szereplőként jelent meg az ellenzéki oldalon, és azóta több felmérést is néztem, többen is mérték az ő támogatottságát, és hát volt olyan elemzés is, ami gyakorlatilag a DK szintjére hozta Magyar Pétert. Hogy látja a Magyar Péter jelenséget? Hát Magyar Péter nagyon egyértelműen beszél saját magáról és a politikáról, amit ő képviselni akar. Ő egy jobboldali politikus, Vas Albert idézetekkel, egy politikus, aki egyébként Orbán Viktort példaképének vagy szuperhősének, mert nem tudom, hogyan fogalmazott még egy cipőboltban, egy videóban tekinti, aki szerint Orbán rendszere vagy Orbán kormányzása alatt nagyjából rendbe mentek a dolgok, csak kevesebb korrupció kéne és kevesebb lopás. Én nagyon másképp látom Magyarország problémáit. Szerintem
az a politika, ahova Orbán Viktor vezeti ezt az országot, az dráma. Magyar Péter szerint például a külpolitikában, Európa politikában inkább Orbán Viktorral ért egyet. Én meg úgy látom, hogy Orbán politikája kivezet minket az Európai Unióból. Nekünk egy sokkal szorosabb európai szövetségre lenne szükségünk, és ez tenné gazdagabbá a magyarokat is. Én úgy gondolom, hogy egy baloldali politikára lenne szükség. Egy olyan, ami nem a multikat támogatja, hanem az embereket támogatja, akiknek egyébként például az, hogy családi pótlékot emelünk, az egy teljesen természetes dolog, és nem valami ördögtől való. Úgyhogy e tekintetben a politikai palettának azt hiszem, hogy a két szélén állunk. Ugyanakkor sokan azt mondják, hogy ellenzékváltó hangulatban van az ország, de nyilván ez minden választás előtt talán felszokott merülni. Hát lehet, hogy van olyan ellenzéki, aki más pártot szeretné. Én azt látom, hogy a Szociáldemokraták Zöldek Szövetsége az egy biztos pont. A DK, az MSZP és a Párbeszéd szavazói, támogatói, párttagjaink, szimpatizánsaink, azok tudják és látják. Tudják, hogy honnan jövünk, tudják, hogy mit képviselünk, és tudják, hogy merre megyünk. Nem árulunk zsákba macskát, és nagyon stabilan is látom, hogy velünk együtt jönnek, és június 9-én meg is fogjuk tudni mutatni, hogy erősödik is ez a szövetség. És látom, hogy van útkeresés az ellenzék más pártjainál, más szavazóinál. Hát erre mondtam a beszélgetésünk legelején, hogy én csak mindig azon rimánkodom, vagy azt nagyon szeretném, hogy ne érjen véget csalódással. Ugye volt egy olyan felkérés is, hogy az EP lista vezetőkkel leülne vitázni. Ön részt venne egy ilyen vitán? Hát számos vitán vettem részt. Az én demokrácia felfogásom az, annak az egyik legfontosabb része, hogy a politika az mindig vitatkozás, beszélgetés. Uram Isten, néha veszekedés is, csak kultúrát legyen, és utána ki tudjunk békülni. Ha megnézik, akkor a demokratikus országokban, Nyugat-Európában az, hogy politikai vita van arról, hogy merre kell előre menni, hogy különböző pártok politikusai itt ülnek mondjuk önnel, legalább itt lennénk ketten, hárman, kormánypárt, ellenzék, és így vitatnánk meg, hogy mire van szüksége Székesfehérvárnak, stadionra, vagy éppen szociális támogatásra, hogy mire van szüksége az országnak, családi pótlékra, vagy adókedvezményre. Folyamatos viták során alakul ki a vélemény. A Fidesz rendszer egyik drámája, hogy megölte a politikai vitát, hogy nem tudunk normál dolgokról beszélni, hogy a politika nem arról szól, ami a legfontosabb dolga, az emberek hétköznapi életéről, a bérekről, az áremelkedésekről, az egészségügyről, az oktatásról, hanem folyamatosan valamilyen politikai, én celebkedésnek hívom ez a ki kiről mit mondott, ami egyébként egyáltalán nem befolyásolja az emberek életét. Úgyhogy politikai vita nagyon kell. És mi a demokratikus oldalon, mind az európai parlamenti választások előtt 5 évvel ezelőtt, vagy ha visszaemlékeznek, akkor miniszterelnök jelölti választáson is, az előválasztás során, mi rendszeresen vettünk részt vitákban. Itt egyetlen egy olyan politikus van, aki retteg a vitától, és látom, hogy azonnal meg is ijed, ahogy ilyen helyzetbe kerül, és ezt Orbán Viktornak hívják. Úgy látom, hogy nehezen tudja feldolgozni, hogy őt politikai vitába eddig megverték. Még Székesfehérváron ez pont nem igaz, hiszen hogyha visszagondolok, nem is olyan régen, éppen Ungár Péterrel ült le egy közös diskurzusra Cserpakovics András és Szombathely polgármestere, tehát hogy azt hiszem, hogy ez itt nálunk pont nem igaz. És nagyon jó lenne, hogyha ez itt meg is történhetne, különösen azért, mert tényleg érdekes azt látni, hogy az elmúlt hónapokban egyébként, hát egyrészt a megélhetési válság után, és hát az évelei pedofil botrány után meg már különösen, de szépen lassan fogy el az önbizalom a fideszes támogatókból, kormánypárti szavazókból. Ebből Székesfehérvár egy gyönyörű példa, hogy van maguknak egy fideszes polgármester, egy Cserpalkovics, aki, ha jól látom, igyekszik eltitkolni, hogy ő fideszes. Nincs, már nem csak, hogy a Fidesz embléma meg logó nincsen kint a papírjai meg a plakátjai, hanem már színben is azt hiszem valamilyen teljesen más szint használ most a kampány során, és civil szervezetek mögé bújik. Hát úgy látom, hogy nem csak ő, hanem számos olyan politikus van az országban, aki egyre inkább kínosabbnak érzi a Fideszt, és ezt június 9-e után, hogyha elegenden szavaznak az ellenzék jelöltjére, még inkább így lesz. Nem tudom, mert Fidesz jelöltjeként mutatkozott be nem is olyan régen a választási műsorban, illetve a saját kis kampányuknál. Muszáj neki, mert jogilag, mert különben nem indulhat a választáson, mert tudja, közjogilag azt kell, hogy szerepeljen, majd nézzük meg a plakátok, hogy fognak kinézni. Rendben. Mire számít összességében? Mit fog hozni ez a választás, illetve milyen kampányra számít?
Hát a választásnak egyetlen egy nagyon fontos feladata van, ami a magyar emberek életén tudna változtatni, hogyha elegendő számú ellenzéki szavazó megy el választani, akkor meg tudjuk mutatni, hogy az országnak elege van a Fidesz rendszeréből. Ma többen vannak azok, akik úgy gondolják, hogy menjen a csodába ez a kormány. Sokkal többen vannak, mint azok, akik egyébként azt szeretnék, hogy ez a kormányzás ezzel az egészségpolitikával, oktatáspolitikával, nyugdíjpolitikával is még sorolhatná maradjon. A probléma tényleg az, egyrészt, amit ön is említett, a széttöredezettség, ezért feladatunk, hogy nagy szövetségeket hozzunk létre, mi a magunk részéről elindultunk ebbe az irányba, és az is a feladatunk, hogy az embereknek elmagyarázzuk, hogy van értelme elmenni szavazni. Hogy fontos, hogy az Európai Parlamentben hány EP képviselő lesz, és milyen politikát képviselnek ezek az EP képviselők, hogy fontos, hogy szabadok legyenek az önkormányzati választások, és hogyha ezen a lépésen túl vagyunk, és sokan mutatják meg, hogy egy Fidesz nélküli világot képzelnek el, akkor az idő fölgyorsul, mint hogy az elmúlt hónapokban is fölgyorsult az idő. Fogadni mernék, hogy február elején még ön se gondolta volna, hogy egy köztársasági elnöknek és egy volt igazságügyi miniszternek kell ahhoz megbuknia, hogy Orbán még ideig óráig maradjon. És látszik, hogy hetente van újabb és újabb botrány. Ma éppen múltkor még el akarta foglalni Brüsszelt a miniszterelnök, aztán kiment mosdóba, amikor fontos döntéseket hoznak. Ha jól láttam, ma már be se engedték a terembe. Tehát, hogy folyamatosan megy, és mint a hógörgetek gyengül Orbán rendszere, és június 9-e után ez még gyorsabb lehet. És én azon dolgozom, hogy egész egyszerűen minél hamarabb meglegyen az Orbán rendszer lebontása. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy itt volt nálunk. Nézőknek pedig köszönöm a figyelmüket, a Köztér extra adását, mint a többi műsorunkat is visszatekinthetik a Fehérvár Televízió YouTube csatornáján. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.